Szevasz! Kamaszként megnézted a kört a haverokkal? Egy-két évre rá a misztikus fekete vizet és a gótikát, esetleg a halálos hallgatás James Wan-tól? Másfél éve jegyet váltottál az év nagy nyári blockbuster horrorjára, a Mosolyogra is? Ha eddig nagyjából stimmel, akkor az éjszakai merülést is láttad már. A 2014-es rövidfilmből egész estés hővített mozi lett, és az év első igazi páza horrorjaként várta a rettegni vágyó közönség. Szóval a sztoriról röviden. A lesérült baseball játékos apuka új lakásba költözik a családjával. A házhoz tartozik egy medence is. Amiről kiderül, hogy gonosz. A medence vize terrorizálni kezdi a családot, majd megpróbálják közösen legyőzni azt. Nem így. A nem túl bonyolult szkriptet olvasva az első gondolatom az volt, hogy hálával tartozom a Night Swim eredeti címét fordító polgártársamnak, amiért nem gyilkos medence lett a film elnevezése. Teljesen biztosra veszem, hogy ez is felmerült a fejébe, de végül elvetették az ötletet, mert hát ki a franc nézné meg a Gyilkos medence című trash horrort? Mert hogy ebből a címből ezt vágnád le elsőre, nem? A kezdő képsorok, az első percek talán egészen érdekesnek tűnnek, tisztességes horror hatását kell. Vajon ez a film lesz végre az a jó kis borzongató szombati horror, amire régóta vártunk? Majd sorba elkezdenek megérkezni a bosszantó hibák és hiányosságok. A karakterek olyan átlagosak és sablonosak, mintha most húzták volna elő őket bármelyik 90-es években megjelent olyan átlag alatti tévésorozatból, hogy az hihetetlen. Az őket életre keltő színészek sem valószínű, hogy évfolyam elsőként végeztek egy rankos színjátszó művész tanoda éltagozatában. Oké, horrorfilmek esetében egyébként ez megszokott, teljesen megbocsájtható. Azonban a film rendszeresen elfeledkezik még ezekről a pofon egyszerű karakterekről. Hirtelen ötlettől vezérelve ide-oda császkálnak a sztoriba. Olykor a semmiből bukkannak fel új szereplők vagy régiek, amikről semmit sem tudunk, sem addig, sem utána, hogy mi lesz velük, mint ha egyszerűen a rendező így útközben elfelejtette volna, hogy ezek léteznek és amúgy részt vesznek a filmben. Történet a 2000-es években jól megszokott szívet melengető nyomozós film zsánerrel indul. A medence gonoszkodásának első jelei után az anyuka detektív munkába kezd, archív képek, újságcikkek alapján megkeresi a korábbi áldozatokat. Innentől indulna igazándiból a sztori. Eljutunk az elsőre félelmetes, majd inkább röhelyessé váló, vízkárosult hölgyhöz. Aztán az apuka medence általi megszállásnak leszünk tanúi. Jó, de tesszük fel a kérdést, legalább a film félelmetes? Nem. Mert az ijesztőnek szánt jelenetek szinte mind annyira komolyan vehetetlenné fordulnak, hogy a film legrémisztőbb pillanatai is gyakran inkább komikussá válnak, röhelyessé. Bár meg kell említenem, hogy a szinkron valószínűleg megint csak ront a parafaktorom. Egy-két egész jól eltalált jumpscare-en és a víz alól rögzített képeken kívül nem igazán működik félelemkeltés. Végül kapunk egy rengeteg potenciált magában hordozó, de ezeket nem kihasználó, annyira érthetetlen befejezést, ami után a néző csak annyit fog mondani, hogy ennyi? Ez most komoly? Éppen ezért az éjszakai merülést két csoportnak tudom ajánlani. Egy, akik a büdös életben nem láttak még horrort, és ezt a szart meg tudják úgy nézni, hogy még nem ismernek egyetlen trükköt, klisét vagy bármi hasonlót sem. Illetve fanatikus horrorrajongóknak, akik tök mindegy mit néznek meg, csak benne legyen a kategóriába, és akár mekkora szar, akkor is végigül. Sajnos köztes csoportot nem tudok említeni, mert az éjszakai merülés az átlag alattinál teljesíthető, felejthető, semmire kellő filmdarab lett, és mindent összevetve egy kihagyhat darab sajnos, ami a 2000-es évek sablonjait felhasználva próbálhatni a nézőre, egy 20 évet késett vele. Köszönöm, ha itt voltatok, Narez voltam, és ez volt a Cinegor Horror Magazin csatornája. Ciao.